A brit külügyminiszter súlyos kifogásainak adott hangot iráni kollégájával való szombati telefonbeszélgetésében, amiatt, hogy pénteken az iráni forradalmi gárda megállított és lefoglalt egy brit olajszállító hajót a Perzsöl-öbölben. A gárda felvételein jól látható, ahogy négy iráni hadihajó kíséretében egy helikopter leteszi a hajóra a fegyvereseket. A brit külügyminiszter már aznap azt írta Twitter bejegyzésében, hogy Irán egy törvénytelen és veszélyes útra lépett, akciója destabilizáló hatással van a térségre. Jeremy Hunt súlyos válaszlépésekkel fenyegette meg Iránt. A teheráni rezsim korábban már jelezte, hogy ilyen lépésekre készül, miután két hete Gibraltár közelében a helyi hatóságok feltartóztatták egy olajszállítójukat, arra hivatkozva, hogy Irán az európai gazdasági blokád alá vett Szíriába akart olajat szállítani illegálisan. Irán tagadja ezt a vádat.